megszólításomat én úgy szeretném megfogalmazni, hogy kedves Prőle család, és a család szót szeretném aláhúzni. Aztán úgy is meg szeretném fogalmazni, hogy kedves teológus család, és itt is a család szót aláhúzni. Aztán azt is, hogy kedves evangélikus család, akik itt vagyunk, és itt is a család szót egy picit aláhúzni. Jó érzés itt megállni. Jó érzés itt ezen a helyen egy olyan munkatársra, egy olyan tanárra gondolni, akitől a mi generációnk, az előttünk lévő generáció, a mögöttünk lévő generáció is kincseket kapott. De azért, hogy kellőképpen a professzor úrnak néhány jellemzőjét én is megemlítsem, és ez egy kicsit az életműt és a pályát is aláhúzza, pár szó, amit csak szóként szeretnék kiemelni. Az első a kiszámíthatóság. Az, ami ma nagyon sokszor hiányzik. Ő benne megvolt, és erre lehetett építeni. A kiszámíthatóságára. A második, ami nem mindig volt kedves nekünk diákoknak és munkatársaknak, az az alaposság. Túlzott alaposság. Egy kicsit a másik véglet. Olyan jellegű alaposság, amelyiket csak követni próbáltuk, meg csodáltuk, meg úgy féltünk ettől az alaposságtól, de ez az alaposság az ő életébe igen-igen ott volt, és igen-ilyen mélyen megjelent. És az utolsó, a harmadik szó, amit aláhúznék, a különleges spiritualitás. Merem használni ezt a szót, amit ma vitatunk. Egy különleges spiritualitás. És azért, hogy ezt a harmadik szót folytassam, amit életemben akkor, amikor ő engem tanított, soha nem tehettem meg, hogy nyugodtan az olvasó szemüveget elővegyem, akkor még nem kellett. Azt se tehettem meg egyetlen kolokviumon se, egyetlen vizsgán se, hogy papírra felkészüljek, mert nem engedte meg, hanem egyből mondani kellett a tétel címe után azt, amit tudunk, vagy pedig hallgatni, ahogy tudtunk hallgatni is. Én viszont leírtam 10 mondatot, amit erre az alkalomra írtam, meditatív, talán egy kicsit imádságként is. 10 mondat a ház előtt, ahol Prőle Károly élt és alkotott. Itt állunk ma mi is, akik most abban az épületben dolgozunk és tanítunk, ahol professzor úr is hűséggel és alapossággal nevelte és oktatta az akkori teológus hallgatókat. Itt állunk ma azelőtt a lakás előtt, ahol megszülettek a vizsgakérdések, az egyszavas kolokviumi címek, és ahol az előadások fogantak retorikai precizitással csupán fejben, formailag, de lelkileg mindenképpen a szívben. Itt állunk, ahol professzor úr megélte mindazt a családi élet otthoni perceiben, amiből életre indítást és iránytűt, töprengő merengést kaptunk még mi is, a családon túli nagyobb család tagjai, a diákjai a zsebünkbe, ha egy vagy több órát elbeszélgetett velünk, mindig a jövőről, mert neki ez volt a kedvenc témája. Itt állunk, ahol az utolsó találkozásunk óráiban az időről vallotta ő, hogy nincs a kezében már, de nektek fiataloknak sem egyszerű ez, mert nektek meg túl sok az időtök, és nehéz a jövőtök. Itt állunk, ahol az őszinteség és a vívódás és a hallgatóknak megadható muníció titkos mélysége valóság volt, ahol a sok nyitott mű izgalma feszültsége betölthette a szobát, a polcok, a székek világát évtizedeken át. Itt állunk, ahol valószínűleg sokszor megérezte azt, hogy sokan sokfelé húznak, és sokféle magatartást gyakorolnak és változtatnak, akár egyetlen nap, egy hét, vagy esetleg csak egy hónap leforgása alatt is. De itt élte meg ő azt, hogy valaki évtizedeken át is mindig hűséges, mindig csendes és közeli társ az életben, mint a mindig megbízható élő valóság a filozófiai gondokban és gondolkodásban, a sok átalakuló változó közt rá számíthatok. Itt állunk, ahol professzor úr, ahonnan pontosan, imértem, szolid öltözetben, tömegközlekedéssel, a megszokott táskával elindult hozzánk naponta,
hogy adjon, nyújtson, imádkozzon és prédikáljon. De legfőképpen szoktasson a valósághoz és az önálló élethez és a tervezhető lépésekhez. Itt állunk, és valami eltöltött minket. Valami eltölt most minket, ami köszönet, vagy jó érzés, esetleg újra visszaérkezés, vagy éppen egy friss lélegzés a régi kedves tanár kincstárának levegőjéből. Itt állunk, és szeretnénk ígérni valamit az emlékezés tisztelgő pillanataiban Prőle Károlynak. Az emléktábla alatt. De halljuk a figyelmeztetést. Ne mondjatok többet, csak amennyit szükséges. Itt állunk, ahol azt halljuk, menjetek tovább, és hirdessétek felkészültebben, lendületesebben az evangéliumot. Most már végre egyértelműen szóljatok, csak Krisztusról, érthetően és sokaknak, legfőképpen a rajtatok kívülieknek, a távolállóknak, hogy otthonra találhassanak. És még egy mondat, a szigorú kemény tanár alapjába véve nagyon szelíd ember volt.